A lengyel választások után szűkülni fog az Orbán kormány mozgástere és befolyása Európában, fogalmazott híradónknak Hegedűs Dániel politikai elemző. Kis Rajmunda, Matthias Corvinus diplomáciai műhelyének vezetője szerint a korábbi ellenzéki pártokból alakuló új lengyel kormány be fogja látni, hogy szüksége van a magyar kormánnyal való jó viszonyra. Nyert a demokrácia, nyert a szabadság, mi pedig újra megnyertük szeretett Lengyelországunkat. Kitörő örömmel fogadta a győzelemmel felérő második helyet Donald Tusk, a lengyel polgári koalíció vezetője. Ellenzéki szövetségeseivel együtt Tusk pártja szinte bizonyosan átveszi a kormányzást a mostani jobboldali kabinettől. Az egyik legjelentősebb kritikusa Orbán Viktornak innentől kezdve Varsóban fog ülni. Hegedűs Dániel elemző szerint Magyarország befolyása gyengülni fog Európában. Az elmúlt hetekben sokat lehetett hallani a kompromisszumokról, a befagyasztott uniós forrásoknak az elengedését illetően. Gondolom, hogy innentől kezdve ez még kevésbé lesz sürgős az Európai Bizottságnak vagy más uniós intézményeknek. Hegedűs Dániel arra ugyanakkor nem számít, hogy a magyar kormány Európa kritikus politikája megváltozna. Az MCC szakértője szerint az új lengyel kormány gyengítené a nemzetállamok szerepét, de majd be kell látnia, hogy ennek korlátai vannak. Rá fog jönni, hogy kell Budapest, kell Prága, kell Pozsony, már csak azért is, hiszen az Európai Unió sem egységes. Azért van egy erős érdekellentés sokszor a régi klasszikus nyugati nagyhatalmak és a feltörekvő Közép-Európa között, nem csak gazdaságilag, de politikailag is. Az LMP szóvivője szerint nem lehet tudni, hogy a magyar választási rendszerrel lett volna-e kormányváltás Lengyelországban. Ne saját magunkkal foglalkozunk, hanem azokkal a kérdésekkel, amik valóban érintik ugye az embereket. Nézzük meg, mondjuk a lengyelek ugye beszéltek ebben a kampányban nagyon részletesen a minimálbér kérdéséről, tehát hogy nagyon sok olyan mindennapi szinten megfogott dolgot tudtak behozni ebbe a kampányba, ami tényleg a bőrükön érezhető az embereknek. A DK-s Rónai Sándor arról beszélt híradónknak, hogy a lengyel választás eredménye nagyon rossz hír a magyar kormánynak, de az uniós pénzek érkezését nem akadályozza. El kell végezni azt a házi feladatot, az Európai Bizottság felírt a magyar kormánynak, hogy nyújtsanak garanciát, vállaljanak garanciát arra, hogy ezek az uniós pénzek biztonságban lesznek a magyar kormánynál. Erre most már évek óta képen a magyar kormány. Rónai Sándor hozzátette, a lengyel eredmény reményt ad a magyar ellenzéknek.